Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit. Számos intézkedést hozott Dombóvár polgármestere annak érdekében, hogy minél kevesebb veszteséggel járjon a koronavírus járvány a város számára, és helyreállítsa a város költségvetését. Hiszen 2020-ban kevesebb pénzből gazdálkodhatnak, mint ahogy eredetileg tervezték a kieső bevételek miatt. 60%-kal csökkentették a helyi buszjáratok számát, az iskolák, művelődési házak szeptemberi újraindulásáig több dolgozót nem, vagy csak 4 órában foglalkoztatnak. Az önkormányzat ezentúl több 10 millió forintot spórol egyéb költségek csökkentésével. Busz fordul ki Dombóvár fő utcáján. Ilyen járműből kevesebb közlekedik a városban mostantól. Mintegy 60%-kal csökkentették a helyi buszjáratok számát a kihasználatlanság miatt. A járat ritkításon 15 millió forintot spórolt a város. Pintér Szilárd polgármester azt mondja, erre az intézkedésre mindenképp szükség volt. A városban ma is csak jelenleg tömegközlekedésben 40% működik helyi járat, de azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, és rávilágítottunk, és kiemeltük a lakosságot előtt, hogy a helyközi járatokat is vegyék igénybe, hiszen azzal lehet pótolni ezt a kieső 60%-nak nagy részét. A sportegyesületek önként mondtak le a nekik szánt önkormányzati támogatás 25%-áról, ami nagyságrendileg 7 millió forintot tesz ki. Nagyon fontos, hogy mi is önmérsékletet kellett, hogy tanúsítsunk. A városi rendezvényeken elkülönített 20 millió forintnak a feléről nem mondtunk, és csökkentettük az éves keretet 10 millió forintra. Ezen túlmenően sajnos személyi kérdésekben is kellett döntéseket hoznunk. Nyilván az integrált szolgáltatóvállalatunk, amely a konyhákat működteti, tekintettel, hogy 1300-1400 főről lecsökkent 200 főre az adagszámunk. Ebből adódóan a technikai dolgozókat 4 órás munkakörbe rendbe kellett visszasorolni, természetesen ez csak augusztus végéig tart. Példamutatóan álltak hozzá kollégáim a művelődési házba és a könyvtárba is, hiszen a könyvtár és a művelődési ház 3 hónapig bezárt, és nyilván kollégáim ez idő alatt álláskeresői státuszba mentek, és nyilván nagyon remélem, hogy ősszel tovább tudjuk folytatni az évelején elkezdett munkát. Nekik is mindenféleképpen köszönettel tartozom. Az óvoda 60%-on, a bölcsöde 90%-on működik jelenleg. Dombóvár polgármestere már akkor módosított a szabályokon, és felemelte 5 főről 10 főre a csoportlétszámot, amikor még a kormányzati enyhítés nem történt meg. Már az első napokban ugyanis közel 100 gyerek érkezett az oktatási intézményekbe, és a szülők folyamatosan jelezték, hogy vinnék gyermeküket. Pintér Szilárd azt mondta, a racionalizáló döntésekre azért volt szükség, mert a város a koronavírus járvány és egyéb intézkedések miatt jóval kevesebb pénzből gazdálkodhat. Nagy kiesés például az 54 millió forintnyi gépjármű adó, de egyéb bevételektől is elesett a település. Ha 2021-ben sem az önkormányzatokhoz folyik be a Dombóváron mintegy 100 millió forintnyi gépjármű adó, az további kérdéseket vet majd fel. Azt fölött sem hunyhatunk szemet, hogy azok a vállalkozások, akik itt a válságban vagy a pandémiás időszakban nem dolgoztak, jövőre jóval kevesebb iparőrzési adót fognak fizetni, mint ők tették idén. Tehát azt gondolom, hogy az a hiány, amely ebből a helyzetből és egy kormányzati intézkedésből következett, Dombóvár esetében is meg fogja adni 200 millió forintot. A beruházások azonban folytatódnak a városban. Így például a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése is javában zajlik. Nagyon fontos, hogy azok a projektek, amelyek már fejben megvoltak, és adott esetben talán meg beadásra is kerültek még az előző ciklusban, és különböző okok miatt nem nyertek támogatási forrást, újból előkerültek. Így az Arany János téri rendelőint intézetünknek a felújításának a pályázatát kívánjuk jövő héten beadni. Nyilván nagyon fontos, hogy menet közben az EMI-nél egy jogszabályváltás következtében találtunk 11 millió forintot, amivel a múzeumnak a belső átalakítását meg tudjuk oldani. Ez mellett azt gondolom, hogy az a folyamat is elindult, elkészült az a tanulmányterv, amely a Dombóvári Sport és Szabadidőcentrum beruházása alapjait teszi lehetővé. Ebben a tekintetben múlt héten nálam járt az úszó szövetségnek az elnöke, dr. Vadán Sándor, és biztosította arra, hogy az úszó szövetség kiáll mellettünk, illetve meg is van a kormányzati döntés az úszoda megépítésére vonatkozóan, de nyilván ez egy komplexum lesz, és ebben lenne még egy kosárlabdapálya, egy lőtér és egy tekepálya. Azt gondolom, hogy nagyon szépen köszönjük az ő felajánlásukat, de nekünk még tovább kell néznünk, hiszen a jelenleg rendelkezésre álló pénz 2,5-szeresére van szükségünk.
Átépítetni a dombóvári trianoni emlékhelyet a helyi székelykör, mert úgy vélik, a jelenlegi állapotok nem méltóak a városhoz. A székelyek nemzeti összetartozásra nevezni át a teret, valamint kérik a városvezetőinek a támogatását abban is, hogy a Szent László teret a székely emlékhelyhez méltóan alakítsák ki. Tisztelt polgármester úr, a dombóvári székelykör nevében szeretnénk átadni a székely zászlót, hogy ékesítse az önkormányzati hivatal, és mutassa azt, hogy mi székelyek és a magyarok összetartunk. A dombóvári székelykör egy székely zászlóval érkezett a polgármesteri hivatalba. Ezzel ajándékozták meg a várost a 100 éves trianoni évforduló alkalmából. A mintegy 70 taggal rendelkező csoport ez alkalomból a város vezetés elé tárta egyéb terveit is. Ma azért érkeztünk, előzetes megbeszélés alapján a polgármester úr nagy örömünkre várt is, mert szerettünk volna, és át is adtunk a dombóvári székelykör ajándékát az önkormányzati hivatalnak, egy gyönyörű, szép, hatalmas nagy székely zászlót, a székelykör ajándékát. A másik komoly célunk az volt, hogy itt Dombóváron van egy turulszobor, és ott szoktunk mindig minden évben megemlékezni erre a gyászos trianoni diktátumra. És arra gondoltunk idén, hogy megkeresve támogatókat a székelykör elkészíteni Dombóváron, megépíteni a trianoni emlékhelyet, a nemzeti összetartozás emlékhelyét, amit szeptember 1-ére szeretnénk megépíteni, mivel ugye a koronavírus járvány miatt ugye minden leállt, így június 4-re nem tudtunk volna semmit elérni. Eléggé lepusztult, nem méltó Dombóvárhoz, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek sokat jelent, hogy méltó környezetben tudjon megemlékezni. Mi nem szomorkodni megyünk oda, ez az elmúlt 100 év nagyon sok mindent bizonyított. Az, hogy ez történt Magyarországon, sajnos egy tragédia, de egy pozitív történet is, mert mi magyarok megmaradtunk, kárpát-medencei magyarok, székelyek, mindenki, tehát össze tudunk fogni, összetartozunk, és ez egy nagyon jó üzenet, amit át tudunk adni az unokáinknak. A kör azt is szeretné elérni, hogy a Szent László teret egy székely emlékhelyhez méltóan alakítsák ki. Pintér Szilárd polgármester támogatta a székely kör kezdeményezéseit. A megható pillanat volt, hogy egy székely zászlóval ajándékoztak meg. Dombaváron eddig is volt egy trianoni emlékmű, de a kérésük az volt, hogy támogassam, hogy egy nemzeti összetartás teret hoztassanak őt létre, és nyilván azt gondolom, nekem ebben nincs választási lehetőségem, és mérlegelni se kell, hiszen ez a feladatom, hogy az ilyen kezdeményeket felkaroljam, és lehetőség szerint támogassam. Június 4-én rövid műsorral és koszorúzással emlékeznek a 100 éves évfordulóra, a 16:30-kor elhangzó harangszó után Dombóváron. 18 évesen a természet és a fotózás rabja. Számára a hobbi szerepel az első helyen. Azt mondja, még nem készítette el élete képét, de álma, hogy vadászújságoknak fotózzon. Bemutatkozik Juhos Sándor. Egy barátja unszolására és többszöri hívására kezdte az erdőket járni Jós Sándor, aki a természet szerelmese lett. Először amatőr szinten videózott, de a fotózás lett az igazi hobbi számára. De végül is ő volt az, Orsos Imrének hívják, ő volt az, aki adott egy lendületet. Szóval nagyon-nagyon szerettünk, mindig kilógtunk az erdőre, ugye a mezőkre, mindenfele. És engem nagyon megfogott a vadak iránti szeretet, meg hogy minden, hogy olyan szép az a hely, nyugodt minden. És akkor hát mondom, le kéne akkor fotózni talán őket, mert én rajzolgattam előtte, de az valahogyan nem volt olyan jó. Mármint én nem tudtam jól rajzolni. És akkor utána akkor megkaptam az első fényképezőgépemet, na akkor járkáltam ide-oda. Hát a minőség az olyan volt, amilyen, de azzal nem nagyon törődtem. De mindig magamnak fotóztam, és mai napig is így van. Nagyon jól esik ez a sok visszajelzés. De valahogyan amelyik kép nekem tetszik, azt tudom, hogy jó. A 18 éves kocsolai fiatalember elismerte, hogy hobbija miatt sokszor éri kritika, mégpedig azért, mert mindent háttérbe szorít miatta. Képes vagyok hetekre eltűnni teljesen, és csak az erdő, és néha közelebb jön a vad, messzebb megy, és néha csak leblokkolok, és csak figyelem, hogy mi történik. A géphez meg nem is nyúlok, úgyhogy... Szóval nagyon sok. A legjobb képeket még nem igazán készítettem el, úgy érzem.
úgyhogy még van még, meg van is még hova fejlődnöm, látásmód, úgyhogy nagyon-nagyon sok minden. Mondhatni azt, hogy két nagybátyám is van, és talán ő miattuk kezdtem el a fotózást. A természetjárás az előbb volt, de a fotózást az ő képjeik láttán úgy megirigyeltem, hogy fú, mennyi jó pillanatot elkapnak, és nagyon-nagyon beleéltem magamat, és mai napig folytatom ezt, és minél jobb-jobb képeket szeretnék csinálni. Füstehofer Józsefről, lakik a mecsekbe, őszinte napi szinten beszélek vele, és mindig, mikor elázok, nem sikerül egy jó kép se, mindig lelket lehel belém, és mindig bíztat, hogy na Sanyi, majd holnap, és nagyon jól esik nekem. Szóval többet ér a világ akármennyi pénzénél, hogy két jó szó, és másnap ugyanolyan örömmel megyek ki az erdőre. Aki a természetfotózást választja hobbijának, az bizony felkészülhet arra, hogy néha nem minden alakul a tervek szerint. Megesett egy olyan történet is, ugye, hogy nagybátyámmal, Jós Ferenccel kim voltunk, eszeveszett nagy hó volt, térdig érő, és dámszarvasokat szerettünk volna fotózni. Hát beálcáztuk magunkat, hát a lábunk lefagyott, de teljes mértékig megérte az egész mutatvány, úgyhogy és akkor is én már az első 10 percre fel akartam kelni, és mondtam neki, Fecó bátya, ez nem lesz jó, meg fogunk fagyni, nem lesz egy kép se. És ő unszolt, hogy maradj még, hidd el, jó lesz. Hát nagyon helyesen tette, nem kellett 10 perc, jöttek is ki a dámbikák az etetőhelyre, és életem legjobb képét ott készítettem el abban a pillanatban, és egyszerűen ez úgy belém égett, és annyira jó erre visszagondolni, hogy hihetetlen, úgyhogy mai napig ez a best, szóval ennél jobb élményem azóta se volt. Azon kívül, hogy megfagytunk. Az ifjú fotós fontosnak tartja, hogy a gyerekekkel is megismertesse a természeti környezetüket, és a vadak tiszteletére ösztönzi őket képeivel, magatartásával. Próbálom megismertetni a természetet, a vadvilágot más gyerekekkel is, itt helybeliekkel. Sokaknak tetszik, sokak nem is gondolnák, hogy mennyi vad, mennyi állat, mennyi hely van körülötte, ami gyönyörű. És ismerek olyat, akit kivittem kétszer, és azóta teljesen odáig van, és nem csak azért jár, ahogy csak kutyát sétáltassam, vagy valami, szereti nézni ő is a naplementét, a vadakat, ahogyan viselkednek, szóval minden egyszerűen. Ő vele megtörtént egy olyan eset, üldögétünk innen az erdőn, pihentünk, mert elfáradtunk, messzi helyeken voltunk, vadmalacok oda mentek hozzá 2-3 méterre, azt mondta, ez volt az első ilyen alkalma. És könyörgött utána szinte, hogy menjünk ki másnap is, harmadnap is. És én nagyon szívesen vittem, mert láttam rajta, hogy na, ő neki ez tetszik. És valami jót cselekedtem aznap is. Úgyhogy nagyon-nagyon szeretem. Sokan nézegetik a fotóimat, tetszik nekik, de sok fotó mögött több 10 óra, 20 óra várakozás van, mire egy olyat elkapok. Úgyhogy például idén a rókakölyköket egyáltalán nem is tudtam lefotózni. Pedig tudtam, hogy ott vannak, vártam rájuk 4-5 napot, úgyhogy persze csak napközben, de reggeltől estig képes voltam ott gubbasztani a luk mellett, és nem. Nem jöttek ki egyszerűen, de legalább fényképeztem őszbakokat közben, dámokat, szóval végül is mindig megéri, mindig van amit fotózni, mindig megéri kimenni, minden reggel felkelni. Igaz, ezáltal sok mindent elhanyagolok az életbe, de én így érzem magamat boldognak és nyugodtnak. Sándor nagy álma, hogy egyszer egy neves vadász újságban lássa viszont képeit. Az U7-estől az U20-asig minden utánpótlás korosztályban találhatók játékosok a Dombovári Foci Suli Egyesületnél. A szervezet büszke a Bozsik programban résztvevő és az akadémián szereplő futballistáira. Talán az egyik legnépszerűbb sportág Dombováron a futball, de melyik kisfiú ne szeretne focizni? A Dombovári Foci Suli Egyesület megfelelő szakmai alapot nyújt a feltörekvő kisportolóknak. A Foci Suli Egyesületünknek van egy kis múltja, ami 2007-ben alakult, egy kis történetet szeretnék elmondani, ami 1996-ban indult, amikor Bus László és Olasz Jani bácsi vezetésével elkezdtünk egy toborzást, hogy a dombovári utánpótlást tudjunk kialakítani, és onnantól kezdve beszélhetünk itt a dombovári utánpótlás nevelésről, amit korosztályos nevelésnek is lehet nevezni. A Foci Suli Egyesületünk az 2007-ben alakult, amiről
tudni kell, hogy 5 év után teljesen új alapokra helyeztük, amiből szakmai munkát szerettük volna előhelyezni, és onnantól kezdve indul úgymond a szakmai munkánknak az értékelése, amivel elég sok sikert tudhatunk ezekben az időkben. Ebben az időszakban, tehát 2015-16-os évünk volt egy legsikeresebb évünk, amikor ebben az időszakban a korosztályunk, uziás korosztályunk több nemzetközi tornán részt vett, amiket sikerrel befejeztünk, és 2015-ben tudtunk csatlakozni egy új sportákhoz, a futszálhoz, amit teremben játsszák a labdarúgók. Ott megtudtuk, és ennek apropóján mindjárt az első évben a csapatunk országos harmadik helyen végzett, és rá egy évre pedig országos bajnokként tudta a Dombovár csapata. Tárnok Zoltán 2012 óta vezeti az egyesületet. Tevékenykedése kezdetén a hiányos korcsoportokba gyerekeket toborzott. Mára elmondható, hogy az U7-es korosztálytól egészen az U19-es korosztályig, sőt a futszát beleveszi, akkor U20-as korosztályig az összes utánpótlás korcsoport megtalálható nálunk. Legbüszkébbek a Bozsik programban elfoglalt pozíciónkra vagyunk. Néhány évvel ezelőtt kivívtuk, hogy a Dombovár is Bozsik központ legyen. Ezt azóta tovább tudtuk a tavalyi évben bővíteni azzal, hogy az intézményi csoportot is létrehoztuk Dombováron. Ennek mondhatni 13 éves korig nagyon nagy sikere van. 13 éves korra az akadémiák, meg a magyar labdarúgásban az akadémia rendszer úgy alakult, hogy addigra már kiválogatják a tehetséges játékosainkat. Tavalyi évben 8 játékosunk távozott akadémiai csapatokba, Kaposvár, Pécs, és van játékosunk például a Puskás Akadémiába is. Az egyesület vezetője kiemelte, hogy a környékbeli települések óvodáival, iskoláival nagyon jó kapcsolatot ápolnak. A vidéki gyerekek a focisuli edzéseire is be tudnak utazni. Elmondható, hogy több mint 140 gyermekünk van, és igazából egy érdekes szám, hogy több mint 200 versenyengedélyünk van. Ez abból adódik, hogy ugye a labdarúgás mellett a futszál szakákban is tevékenykedünk, ahol ugye országos első helyet is több mint 200 csapat közül sikerült az U11-es korosztályunknak elérnie, ez nagy dicsőségünk volt. Tehát itt a szakmai területen ez ami igazából említésre méltó. A kifejezetten labdarúgás szakákban ott a megyei szinten érünk el komolyabb eredményeket, szinte mindig dobogón vagyunk, és a legtöbb korosztály mindig az első helyért küzd. Az idei évben ugye a vírushelyzet miatt egy darabig bizonytalanságban voltunk, mert a legtöbb sportággal ellentétben a labdarúgásnál elég sokáig kivártak, hogy mi lesz a szezonnal. Nagyon bíztunk benne, hogy lehet folytatás, ha a Magyar Labdarúgó Szövetség adatbankjára fellátogat valaki, akkor láthatja, hogy az összes tornamegyei bajnokságban, illetve a futszál bajnokságokban a dobogó közeli helyen voltunk, sőt a legtöbb csapatunk az első helyről várta volna a tavaszi folytatást. A gyerekek és az edzők nagy örömére a szabadtéri edzések elkezdődhettek. A június a tervek szerint végig fogják edzeni. Az egyesület nem szégyenkezhet az utóbbi idők sikereit tekintve. Ha szakmailag nézem, akkor a futszál országos bajnoki cím volt a legnagyobb siker, de ez mellett én még néhány dolgot elmondanék. Az, hogy a Bozsik központot ki tudtuk vívni, illetve az intézményi csoportot ki tudtuk hozni, szerintem az a legnagyobb erősségünk, mert a helyén kezeljük mi azt, hogy milyen egyesület vagyunk, tehát mi tulajdonképpen utánpótlás neveléssel foglalkozunk, és a tehetségeket ugye próbáljuk mi fölfele áramoltatni az akadémiáknak, és ez miatt az, hogy mi központ, illetve intézményi központ lehettünk, ez szerintem a legnagyobb erősségünk, és ez mellett mindenképpen megemlíteném a társadalmi szerepvállalásunkat, mert mondhatnom, hogy talán egyediliként a TAO rendszerben mi megpróbáltunk egy olyan irányba is elmenni, hogy nem csak a saját kis infrastruktúránkat fejlesztettünk, hanem nagyon komoly együttműködés sikerült a helyi iskolákkal és intézményekkel létrehozni. Ennek gyümölcseként műfüves pályát tudtunk építeni tavalyi évben a Szent Orsolya iskola központban, a Hemi sportcsarnokában teljes felújítást, tehát a játéktér, illetve az öltözők felújítását is a focisuli valósította meg, és a tavalyi évben a József Attila iskolában is öltöző felújítást tudtunk a focisuli jóvoltából véghez vinni. Azt gondolom, ez nagyon komoly eredmény abban a szempontból, hogy ezt nem csak a labdarúgók tudják használni, hanem a mindennapos iskolai rendszerben a gyerekek ott szintén élvezik ennek a gyümölcsét.
A fiatal labdarúgók a Dombovári Ifjúsági Sportcentrumban 4 edző, 6 segédedző és testnevelési főiskolát végző ambíciózus trénerek segítségével fejleszthetik tudásukat. 2020-as évben az Egyesület visszakapta ezt a telephelyet, ahol most vagyunk, ugye ezt most DIS-nek hívják, Dombovári Ifjúsági Sportcentrum, ezt mindenki csak úgy ismeri a városban, hogy a DFC sportpálya. Ezt 2015-ben az önkormányzat magához ragadta, amitől azt vártuk, hogy hú, az mennyire jó lesz, hogy az önkormányzat a saját tulajdonát majd fenntartja. Hát sajnos elég zord állapotban kaptuk vissza most a 20-as év elején az új városvezetéstől, és tulajdonképpen ezt a veszélyzetet arra használtuk ki, hogy a lehetőségeinket arra összpontosítsuk, hogy itt a pályát, illetve a pálya környékét elkezdjük rendbe tenni. Értem ez alatt, hogy a pálya talaja egy teljes reformon ment keresztül, műtrágyázás, szellőztetés, felülvetés, nagyon nagy érdem volt, közel 1 millió forintos beruházás, az, hogy a vízhálózat, a kútnak a renoválását megtettük, ezáltal ugye a pálya locsolása és a kellő nedvességet történő ellátása az most már megoldódott. Ezen kívül a következő lépcsőkörön már elkezdtük ugye a pálya környékének a rendbetételét, új padok a lelátón, illetve a lelátó környékén fognak megépítésre kerülni, és elvileg a tudomásunk szerint az új városvezetésnek az a célja, hogy a felnőtt labdarúgás is ugye ide visszakerüljön. Ez még majd a jövő zenéje lesz, ehhez még beadott pályázataink vannak az itt lévő öltözőknek, a vizes blokkjainak a felújításához, az szükséges ahhoz, hogy méltó körülmények alakuljanak ki. Az Egyesület nem csak az edzésekre hegyezi ki a tevékenységét, hanem élményeket is ad. Nem egy külföldi utazás és meccslátogatás van már a hátuk mögött, ahol a gyerekek életre szóló pillanatokat szereztek. Köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra!